A kolozsvári civil szervezetek védett területté nyilvánítanák a Hólya erdőt és az ezt körülvevő legelőt. Szerintük veszélyben van a terület, és közösen dolgoznak annak érdekében, hogy zöldebb Kolozsvárt hagyjanak az utódok számára. Nyílt levélben fordultak a kolozsvári civil szervezetek Emil Bok polgármesterhez, hogy nyilvánítsa védett területnek a Hólya bács környéket. Hartel Tibor ökológus és egyetemi oktató szerint óriási veszteség lenne Kolozsvár biokulturális értékeire, ha tönkre menne a természetes környezet. Kemencévé alakíthatja, most már egy kicsikét metaforikusan, az urbán tájat, és ez megnöveli azt a stresszet, ami a hővel társul, és akár az emberek mortalitását is megnöveli. Tehát, hogyha terjesztjük ezeket az aszfalt és beton struktúrákat, terjesztjük a hőszigetet. És Kolozsvár esetében és a periurbán régió esetében ez a zöldövezetek ellen történik ez a terjesztés. Hozzátette, a hőség mellett további buktatói is lehetnek a zöldövezetek felszámolásának, ilyen a csapadékgazdálkodás. A fás területek felfogják az esőt, így ezek megszüntetése árvizekhez vezethet. Az ökológus úgy véli, a legfontosabb, amit átlagos polgárként tenni tudunk, az az informálódás, a beavatkozás, illetve a korrekt politikai döntéshozatal. Kolozsváron számos civil szervezet dolgozik, és erős az akadémiai szféra is, így reális esélye van a kezdeményezésnek.